Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk végre valahára a következő videómhoz, amit hosszú-hosszú hetek óta készítek nektek. Nagyon sok kutató munka van benne, és rengeteg szenvedés, de nagyon szerettem volna segíteni nektek, ugyanis rengeteg üzenetet kapok tőletek privátban, mindenféle platformon, amikor küldötök nekem képet, és megkérdezitek, hogy mit csináljatok az arcotokkal, és nagyon szeretnék segíteni, viszont fizikai képtelenség, hogy mindenkinek visszaírjak, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen videót, megnézzük, hogy hogy tetszik nektek, és hogyha bejön, akkor végig fogunk menni az arcápolási rutin minden lépésén, és mindenki ki tudja választani magának a legjobb termékeket a drogériából, amikkel mégis nagyon hatékonyan tudja ápolni az arcbőrét. Remélem, hogy fogjátok szeretni, ezt jelezzétek majd nekem a videó végén lájkkal vagy kommenttel. És még mielőtt elkezdenénk ezt a videót, szeretném nektek elmondani, hogy természetesen én is tisztában vagyok a magyarországi helyzetekkel, a vírushelyzettel, mi Bencével is azt választ választottuk, hogy itthon maradunk, és hála az égnek mi meg tudjuk tenni azt, hogy itthonról dolgozunk. Ezt tudjátok, hogy nálunk a munka a videózást jelenti, és akármilyen szörnyű a helyzet kint, a platformomat szeretném megtartani egy boldog helynek, hogyha lehet ezt még így mondani. És ugye a hétfői naptól 1 millió iskolás maradt otthon, úgyhogy ha ti, akik otthon maradtatok, és szeretnétek egy kicsit feljönni az internetre, és jól érezni magatokat, akkor szeretném, hogyha az én csatornám az egy olyan hely lenne, ahol jól tudjátok érezni magatokat. Remélem, hogy nagyon sokan tudtátok még ezt bevállalni, hogy otthon maradjatok, és ezt nagyon fontos megérteni, hogy nem magunk miatt kell otthon maradni. Valószínű, hogy a mi szervezetünk észre se venné, hogyha megfertőzne minket a vírus. Viszont remélem, hogy nagyon sokatoknak vannak nagyszülei, akikre vigyázni kell. Azzal tudtok rájuk a legjobban vigyázni, hogyha otthon maradtok, és próbáljátok velük is megértetni, hogy maradjanak otthon. Természetesen vannak olyan dolgok, amikért muszáj kimenni a házból, de amennyire lehet, redukáljátok le a tömegben való tartózkodást, vagy a nagyon közeli érintkezést emberekkel, és mossatok kezet, ez a legfontosabb. Ha nem kaptál kézfertőtlenítőt, akkor ne esj pánikba, mosd meg a kezed, amikor csak tudod, ha kint voltál, hozzányúltál valamihez, ezzel tudod a legjobban lelassítani a vírusnak a terjedését, és körülbelül ennyit is szerettem volna mondani erről az egész koronavírus helyzetről. A lényeg az, hogy szeretném, hogyha itt a csatornámon minden változatlan tudna lenni, és egy kicsit mindenki jól tudná itt magát érezni. Úgyhogy ezután, hogy ezt elmondtam, hoztam nektek 2 darab sminklemosó olajat, és ha jól számolom, akkor 9 darab arclemosót, hogy tudjatok magatoknak válogatni. Nagyon sok információt el fogok mondani ebbe a videóba, remélem, hogy nem leszek túl sok. Remélem, hogy nem lesz túl tudományos, talán lehet ezt így mondani. Bele fogunk menni összetevőkbe, hatásba, bőrtípusba, állapotba, úgyhogy kezdjünk bele, mert hosszú lesz. Az első dolog, amit valószínűleg tudtok rólam, hogy nagyon szeretek sminkelni, és nagyon sokan szoktatok azzal támadni, idézőjelben, hogyha éppen pattanásos a bőröm, akkor az azért van, mert nagyon sok sminket használok. A sok sminktől senki nem lesz pattanásos, attól viszont, hogyha nem jól mossátok le, attól igen. Úgyhogy az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, hogy a kétfázisú sminklemosás nagyon-nagyon fontos, akkor is, hogyha nem sminkeltek olyan szinten, mint mondjuk én. A másik nagyon fontos dolog, ami nem csak ide a lemosókhoz kapcsolódik, hanem az egész arcápolási rutinhoz végül is, hogy tudjátok, hogy milyen fajta a bőrötök, és itt két részre kell osztani a dolgokat. Az első az, hogy milyen típusú a bőröd, és az sem árt, hogyha tudod, hogy jelenleg milyen állapotban van. Ezt egy kicsit jobban kifejtem. Nagyon leegyszerűsítve 3 alap bőrtípus van. Száraz, normál és zsíros. Természetesen ez sehol se ilyen egyszerű. Az én bőröm kombinált, ami azt jelenti, hogy a T-zónában viszonylag zsírosodásra hajlamos, esetleg pattanásosodásra is, viszont két oldalt az arcomon száraz. És ami miatt ez nagyon fontos, ez a bőröm típusa. Viszont mostanában nagyon fúj a szél, sokat járok lovagolni, folyamatosan éri a levegő, a szél az arcomat, kifejezetten száraz, ez viszont az állapota, ami teljes mértékben tud változni a klímától, életmódotoktól, táplálkozástól és a hormonoktól is.
Ami miatt nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy milyen típusú a bőrötök, természetesen egyébként is nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy milyen típusú a bőrötök, viszont az arclemosónál kifejezetten fontos, habár ez az egyik legalapabb lépés az arcápolásban, a bőrápolásban, ez tud lenni a legirritálóbb is az arcotokra nézve, úgyhogy nagyon fontos, hogy a nektek megfelelő arclemosót válasszátok ki. Remélem, hogy felvezetésnek elmondtam mindent, amit szerettem volna. Hogyha tetszik nektek ez a fajta videó, és szeretnétek egy kicsit többet tanulni a bőrápolásról, akkor azt kérlek jelezzétek nekem, és akkor merek egy picit részletesebben is belemenni ezekbe a dolgokba, viszont most csak nagyon felületesen szeretném elmondani, és inkább megmutatni a termékeket, hogy legyen miből választanatok, tudjátok, hogy mik a választási lehetőségek. Magyarországon elég ritkán találni sminklemosó balzsamot vagy olajat, és aki sminkel, az tudja, hogy néha nagyon nehéz lemosni a sminket, és erre a legpraktikusabb megoldás a kétfázisú sminklemosás. Ami úgy néz ki, hogy az első lépésben vagy micellás vízzel, vagy olajjal lemossátok a nagyja sminket, utána pedig egy vizes bázisú arclemosóval megtisztítjátok az arcotokat az olajtól. Itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy aki teheti, és igazából mindenki teheti, az ne használjon sminklemosó kendőket, ugyanis nem csak, hogy a környezetnek tesz rosszat, de az arcotoknak is nagyon-nagyon durva. Nem nagyon lehet vele olyan gyengédnek lenni, hogy ne sértsétek meg a bőrötöket, vagy ne okozzatok irritációt, úgyhogy ha rám hallgattok, akkor mindenképpen szerezzetek be egy sminklemosó olajat. Kettő van itt előttem. Mind a kettőt használom már egy ideje. Az első az egy Nivea Cleansing Oil. Én az érzékeny bőrre valót vettem, de igazából nincsen túl sok különbség az olajak között. Egy viszonylag vékony olajról van szó, viszont hogyha egy kicsi víz ér hozzá, akkor átalakul egy ilyen teljes állaggá, amitől nagyon szépen le tudjátok mosni. Belinkelem az összes terméknek a krémmániás linkjét, ahol meg tudjátok nézni, hogy mennyibe kerül, hol tudjátok megvenni, és esetleg a hozzátok hasonló bőrtípusúaknak az értékelését is meg tudjátok nézni róla, viszont ezzel óvatosan a következő terméknél elmondom, hogy én hogy jártam, de ettől függetlenül a krémmániát nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, ez majd később fel fog jönni az arclemosóknál, és ott az összetevőkkel kapcsolatban, úgyhogy most menjünk is tovább, és meg fogom nektek mutatni, hogy egy matra száradó rúst, illetve egy vízálló szemhéjtust. Hogy szed le ez a két olaj, úgyhogy most megvárjuk, hogy megszáradjon, addig pedig felvezetem a másikat. LVLY, fogalmam sincs, hogy hogy kell mondani ennek a márkának a nevét, viszont nagyon meglepődtem, mert egy-két héttel később találtam meg ezt az olajt, mint a Niveásat, és azonnal megvettem viszont, hogy hazajöttem és megnéztem a krémmánián, nagyon-nagyon rossz értékelések voltak róla, és egy kicsit be is pánikoltam. Mind a csomagolását, mind a hatását nagyon rosszul pontozta mindenki, de nyilván ettől függetlenül kipróbáltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csomagolása az tényleg elég gáz, hogyha teljesen lenyomod a fejet, akkor itt oldalt jön ki az olaj. Ha félig nyomod, akkor nem. Nyilván ez nem megoldás, mert nagyon gagyi hatása lesz az egésznek, viszont a hatásával és a teljesítményével sokkal jobban meg vagyok elégedve, mint a Niveáséval. Azonnal egy mozdulattal leszedi a matt rúzsokat is, és ez az egyetlen olyan sminklemosó olaj, vagy micellás víz, vagy bármi, ami egy az egyben azonnal leszedi a szempilla spirálomat is, amit nagyon sokan írtak negatívumnak, hogy nagyon nehéz lemosni az arcról, és ezt az első használatkor én is éreztem, viszont azóta soha. És természetesen, hogyha olajállagú sminklemosót használtok, akkor utána kötelező jelleggel használni kell egy vizes bázisút is, tehát majd bármelyikből, amit itt mutatok, vagy hogyha van kedvencetek, akkor azt. Itt van előttem egy tál víz, úgyhogy meg fogom most nektek mutatni. Nyomok egy keveset a kezemre, és elkezdem szépen feloldani a sminket a kezemről. Nyilván elég hülyén néz ki, de egy sminklemosó olaj így néz ki. Hogyha úgy érzem, hogy teljesen feloldódott, akkor szépen vízzel elkezdem feloldani, és ha megnézitek, láthatjátok, hogy elkezdett átváltozni egy kicsit ilyen teljes állagúvá. És ahogy látjátok, minden dörzsölés, vattakorong vagy sminkletörlő lemosó kendő nélkül tökéletesen lejött a kezemről, és ráadásul még puha is lett tőle a bőröm. A másik,
az LVLY olaj, ahogy mondtam, egy kicsit nyomok belőle, és ezt is ugyanúgy elkezdem feloldani. Ebbe van parfüm és illatosító, viszont mivel ez egy lemosós lépés, tehát ezt nem hagyod a bőrödön, az érzékenyeknek se valószínű, hogy lesz bármi baja tőle. A Nivea viszont teljesen parfümmentes is. És ha ezt is úgy érzem, hogy megvan, akkor elkezdem feloldani, és látjátok, ez nem változik el teljes állagúvá, viszont ettől függetlenül szépen le lehet mosni. Mind a két kezem tökéletesen tiszta lett. Ezt megmutatom nektek azért külön is, hogy így néz ki az olaj csupaszon, és ilyenné változik át, hogyha vizes lesz. Összességében véve a Nivea sokkal profibban néz ki, mint a másik, de ennél nagyon tetszik, hogy azonnal leszedi a szempillaspirált is, és tényleg semmi nem marad utána. Ennyit az első lépésről, és menjünk is tovább az arclemosókra. Az első csoport az száraz bőr lesz, ezekre szeretnék nektek mutatni arclemosókat. Természetesen ezen kívül is vannak nagyon jó arclemosók, viszont szerettem volna arra koncentrálni, hogy olyanokat mutassak nektek, amik drogériában, patikában elérhetőek, tehát igazából bárki hozzá tud jutni viszonylag könnyedén. Az első ebben a csoportban a Neutrogena Hydro Boost arclemosó, és nagyon fontos, hogy a zselé milk fajta. Igen, nagyon béna vagyok, írtam magamnak kis puskát. 1800 forint a 200 ml-es arclemosó, szinte minden drogériában elérhető. Ez az egyik kedvencem jelenleg azok közül, amiket kipróbáltam. A Hydro Boost termékcsaládnak a fő összetevője a hialuronsav, amit nem tudom, hogy tudtok-e, de a hialuronsav az nem egy igazi sav, tehát nincsen maró hatása. A hialuronsav a hidratáltságért felelős, természetesen megtalálható a bőrünkben is, és van egy olyan tulajdonsága, hogy a levegőből, környezetből képes megkötni a vizet. A hialuronsavat többféleképpen is megtalálhatjátok az összetevő listában. Ennek az összetevő listájában sódium hyaluronate, tehát nátrium hialuronát néven találjátok meg. Ami azért is fontos, mert ez a hialuronsavnak egy só formája, ami sokkal koncentráltabb, mint a sima hialuronsav, és nagyon-nagyon erős hidratáló, feltöltő hatása van, ami arra is képes, hogy a nagyon pici mimikai ráncokat kinyomja, és sokkal feltöltöttebb, frissebb lesz az arcod. Van még benne glicerin, ezen kívül tokoferol, ami tiszta E-vitamin. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó vitamin, az egyik legjobb antioxidáns. Véd az UVB-sugarak ellen, segíti a bőr védőrétegét, és A és D-vitaminnal nagyon jól működik együtt. Amit fontos elmondani még erről az arclemosóról, nagyon jó zselés állaga van, és ahogy látjátok, nem kifejezetten habzik, és azon kívül, hogy tökéletesen megtisztítja a bőrt, nagyon gyengéd és még hidratálja is, úgyhogy ha valakinek nagyon-nagyon érzékeny a bőre, vagy nagyon száraz, akkor ez egy nagyon jó választás. A következő az a még érzékenyebb, még szárazabb bőrűeknek lesz egy nagyon-nagyon jó választás, ez egy patikás arclemosó, illetve márka. Nem más, mint a La Roche-Posay Tolerain arclemosója, érzékeny bőrre, arctisztító krém, nagyon gyengéd, illatanyagmentes, ami a legérzékenyebb bőröknél még arclemosóban is fontos lehet. Tele van olyan összetevőkkel, amik növelik a hidratáltságot, csökkentik a pirosságot, az érzékenységet, és segítenek a bőr védőrétegét újra felállítani és újra erőssé tenni. A La Roche-Posay-nak az összes terméke a saját termálvízükkel készül, ami nagyon gazdag szelénben. Ami azért fontos, mert iszonyatosan magas az antioxidáns tartalma, és nagyon jó nyugtató hatással van a bőre. Emellett van még benne glicerin, ami ugyanúgy, mint a hialuron, nagyon jól megköti a nedvességet, emellett bőrazonos, emellett többféle ceramidot tartalmaz, niacinamidot, a niacinamid is egy nagyon-nagyon jó összetevő, csökkenti a pirosságot, az érzékenységet, hidratálja a bőrt, viszont emellett csökkenti a fagyú termelődést is, és halványítja a barnás foltokat. Ugyanúgy, mint a Neutrogénában, tokoferol is van benne, amit ugye már mondtam, hogy a tiszta E-vitamin, és ezen kívül pantenolt is tartalmaz, ami a B5 vitaminnak az egyik formája, vízmegkötő, bőrpuhító és nagyon erős nyugtató hatású. Fehér, krémes állagú, krémes zselés állagú, és ahogy látjátok, ez se kifejezetten
habzik. Ezután léphetünk tovább a következő kategóriára, ami a normál, esetenként kombinált bőr. És itt az első arclemosó, amit szeretnék nektek megmutatni, az a CeraVe habzó arclemosó. Ez is egy patikás márka, végül is mondhatjuk így. Az előbb a Larosnál nem mondtam el. 400 ml-es ez. És ami nagyon fontos, 400 ml 4900 5400 forint között mozog, viszont nagyon sok, és hogyha beválik, akkor nagyon sokáig tudjátok használni. Leírása alapján azt mondja, hogy normál tól olajos bőrre, de ez nagyon-nagyon egyéni tud lenni. Gyengéden tisztít, de mégis hatékony. Tele van tápláló összetevőkkel, glicerin, niacinamid, ceramidkomplexek és hialuronsav, ahogy azt már az előbb elmondtam nektek. Az én bőrömnek jelenleg ez egy kicsit túlságosan szárító. Ez egy teljesen átlátszó arclemosó, és ahogy látjátok, ez nagyon szépen habzik, úgyhogy ha valakinek ez fontos, akkor ez egy tényleg habzó lemosó. Ez is parfümmentes, úgyhogy ha valakinek amellett, hogy esetleg kicsit olajos lenne a bőre, érzékenyebb, akkor ez egy tökéletes választás tud lenni. Nagyon jó hétköznapi lemosóról van szó. A következő lemosó egy kicsit próbára tett, nem voltam benne biztos, hogy meg szeretném venni. Fogalmam nincs, hogy kell kiejteni, de ez a DM-nek az egyik saját kollaborációja, talán mondhatom így, Stephanie Giesinger, lemosó zselé minden bőrtípusra. Az egyik kedvencem. Az a baj, hogy mindegyikre ezt fogom mondani valószínűleg, de ez nagyon bejött az arcomnak. 150 ml 2300 forint. Összetevők terén tartalmaz glicerint, pantenolt, tenzideket és szarkozint. A szarkozin azért felel, hogy csökkentse a zsíros bőrtüneteit, és ezért is volt furcsa, hogy mégis nagyon szereti az arcom. Emellett van még benne fahéjfa kéreg kivonat, ami egy nagyon erős antioxidáns és tonizáló hatású, és egy nagyon cuki összetevő, ami kifejezetten semmit nem csinál, viszont nagyon jól néz ki, borszilikát, ami egy üveg pehely, és ez egy csillám, viszont semmi kockázatot nem jelent a bőrre. Sokkal kisebbeket pumpál egyébként, mint bármelyik másik, úgyhogy sokkal egyszerűbb is adagolni. Ahogy elkenem a kezemen, már nem is látszódnak egyébként a csillámok, csak egy ilyen nagyon szép selyem fénye van. Ez tartalmaz parfümöt, illóolajokat, viszont egyáltalán nem éreztem érzékenynek az arcomat rá. Kicsikét habzik, nagyon kellemes az állaga, ahogy mosod vele az arcod. És az én arcomnak kifejezetten tetszett, nem éreztem tőle száraznak, nem lettem tőle piros, nem éreztem, hogy feszült volna. És még mielőtt tovább mennénk a következő arclemosóra, elfelejtettem mondani, hogy az elején miért említettem a krémmániát, hogyha bármilyen terméketek van otthon, amit nem tudtok, hogy jó-e az arcotokra, ha felmentek a krémmániára, ott mindennek fel van írva, fel van sorolva az összetevője, és az összetevők mellett jelzi, hogy az az összetevő miért felelős, tehát hogy tisztít, hidratál, ránctalanít, bármi, és kis pögybe jelezve van, hogy mennyire veszélyes vagy káros a bőrre. Természetesen a krémmánián is lehetnek tévedések, és vannak egyéni esetek, de minden esetre nagyon-nagyon sokat tud nektek segíteni, hogyha van otthon egy terméketek, és szeretnétek egy kicsit jobban utána járni. A következő termék, amit szeretnék nektek mutatni, az a Mixának az egyik arclemosója, ami kifejezetten érzékeny bőrre van, ami mégis hajlamos tökéletlenségekre, néha pattanásokra. Ez az arclemosó 1800 forint 200 ml-ért. Az egyik fő tisztító eleme a kókusztenzid, ami kifejezetten gyengéd a bőrhöz. Ezen kívül, mint hidratáló, tartalmaz glicerint, és emellett cink PCA-t, ami egy aminosabb féle, ami természetesen is megtalálható a bőrbe, természetes hidratáló faktor. És emellett pedig csökkenti a fagyú termelődést, és van egy érdekes összetevője, amivel nem sűrűn találkozok, legalábbis eddig nem sűrűn találkoztam, méghozzá a moringa fa, tehát lóretek fa mag kivonat. Lesek egy kicsit sajnos, nincs még minden a fejemben, de nem szégyen tanulni.
nagyon magas vitaminokban, C és A vitamin, emellett fehérjékben és antioxidánsokban szárító, összehúzó hatása van, ám rendszeres használat esetén hidratáló is. Azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten jó értelemben meglepett ez az arcmosó, egyáltalán nem lett rá érzékeny a bőröm, és kifejezetten hidratáltnak éreztem a bőröm utána. Ezt is megmutatom nektek, teljesen átlátszó, viszont ezt már látjátok, hogy így is habzik. Illatanyagokat tartalmaz, viszont nagyon lágy illata van, és én nem éreztem semmi reakciót ezzel kapcsolatban. Ezen a csoporton belül jön az utolsó arclemosó, amit nem régen kaptam, viszont erről nem szeretnék túl sokat beszélni, mert jön egy külön videó az összes termékről, amit kaptam ettől a cégtől. Hemp Touch tisztító arclemosó. Ez egy kicsit drágább, mint a többi. 100 ml 5600 forint és online rendelhető. Ennek a linkjét azt majd leteszem nektek a leírásba, hogy megtaláljátok, ha esetleg érdekel titeket. Összetevőket tekintve glicerin, kendervíz és kendermagolaj. A glicerinről már beszéltünk, viszont a kendervíz és a kendermagolaj is egy nagyon hidratáló, nyugtató összetevő. Mostanában egyre divatosabb is. Nagyon gyorsan pár fontos információt a kendermagolajról. Természetesen nem tartalmaz THC-t, ami miatt a kender ugyebár kábító hatású. Ezt a következő videóban kifejtem, hogy miért is nem. Bőrpuhító és bőrkondicionáló hatású, eszenciális zsírsavakban nagyon magas, száraz bőrre pedig viszket és csillapító hatással van. Emellett van még benne tokoferol, ugye E-vitamin és napraforgó olaj, tehát kifejezetten hidratáló hatású. Emellett egyébként cédrusfa olaj van benne, nyilván ez ugye az illóanyagok miatt, tehát az illata miatt. Szerintem egyébként kifejezetten kellemes illata van. Amikor elhozták nekem, azt mondták, hogy többen mondják, hogy kicsit büdi. Nekem őszintén megmondom, hogy tetszik, lehet velem van a baj. Lágyan habzik egyébként, pont annyira tisztítja a bőrt, hogy érzed, hogy meg van tisztítva, de a feszülést nem érzed utána. És jöhet a következő csoportunk, ami természetesen a zsíros, problémás, aknés bőr. Ebben a kategóriában három arclemosónk van, és kezdeném az elsővel, La Roche-Posay Effaclar, tisztító, habzó, arclemosó, érzékeny, zsíros bőrre. Nagyon hasonló az árfekvése, mint a másik La Roche-Posay-nak. 4300 forinttól 5000 forintig terjed a 400 ml-es kiszerelés ára, és ahogy az előzőnél is mondtam nektek, hogyha beválik, akkor ez egy nagyon jó ár, tekintve, hogy rengeteg van benne. Nagyon egyszerű az összetevő listája, viszont talán ebbe rejlik a szépsége. A fő tisztítóanyaga a nátrium lauret szulfát, ami egy kókuszból előállított tisztítóanyag, nagyon gyengéd, mégis hatásos. Emellett kókusztenzidet, cink-PCA-t, amiről az előbb már beszéltünk, és kaprilil glikolt tartalmaz, ami egy vízmegkötő, bőrjavító hatóanyag, és egyes összetevőknek növeli az antimikrobiális hatását, ami ugye a gomba ellenes hatást jelenti. És összességében egyébként ennyi is az összetevő listája, ez is egy jobban habzó formula, és ha bár tetszik, az én bőrömnek ez nem elég hidratáló, viszont hogyha valakinek tényleg nagyon zsíros az arca, akkor ez egy nagyon jó választás lehet. A következő az egyik kedvencem, körülbelül ugyanúgy, mint ahogy az előző hatnál mondtam el, viszont ez szerintem egy nagyon fontos arclemosó lesz nagyon sok embernek, és remélem, hogy nagyon sokatoknak tudok vele segíteni. CeraVe Salicil Savas Arclemosó, ugyanazok az összetevői, mint a habzó lemosónak, csak ebben van még szalicilsav is. Ami miatt a szalicilsav fontos lehet nagyon-nagyon sokatoknak, ez egy olyan sav, ami bejut mélyen a pórusokba, és konkrétan belülről nyomja ki a szennyeződést, a felesleges fagyút, csökkenti a fagyútermelődést, nagyon jó hatással van zsíros, pattanásos, miteszeres bőrre, és emellett az elhalt hámsejteket is tökéletesen eltávolítja, és ami miatt nagyon jó, hogy arclemosó formában van, szerintem, a szalicilsav talán így a
nem mondom, hogy a leghatásosabb, de szerintem így a legbiztonságosabb használni. Nem kifejezetten tudod túladagolni, nyilván túl tudod, hogyha nagyon sokszor mosod az arcodat. 30-60 másodpercnél egy arclemosó, nincsen tovább az arcodom, és ennyi idő alatt tökéletesen ki tudja fejteni a hatását, viszont nem tudod túlzásba vinni. Azért ennél is elmondom, glicerint, niacinamidot, hialuronsavat és ceramid komplexet tartalmaz még. Az én jelenleg száraz bőrömhöz is nagyon gyengéd volt, és én is tudom használni hetente párszor, viszont nem minden nap, mert arra nekem már száraz. Ha valakinek problémája van pattanásokkal, akkor ezt mindenképpen megéri kipróbálni, és ezen kívül, hogyha nem csak az arcotokon van, hanem a mellkasotokon, hátatokon, karotokon, akkor arra is megéri kipróbálni, mert a szalicilsav az egy nagyon-nagyon jó összetevő, viszont óvatosan kell vele bánni. És az utolsó, ami egy nagyon nagy meglepetés volt, ezt gyorsan még itt elmondanám nektek egy kis storytime-ba, hogy órákat töltöttem el drogériákban, és fotóztam le az arclemosókat, hogy mik kaphatók, mik a lehetőségek, jöttem haza, kezdtem el kutatómunkát végezni, és ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Ez a Botanical Lab indiai agyagos, nem habzó arclemosója. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen arclemosó még az én arcomra is tud működni. Fő összetevői kaolin, allantoin, bentonit és a szalicilsav. Ezekből kettő, a kaolin és a bentonit, az egy agyagféle, ami nyilván felszívja az olajat, mondhatjuk úgy, hogy mélytisztító és szárító hatású. Az allantoin gyulladás csökkentő, nyugtató hatású és segíti a sebgyógyulást, és a szalicilsavról az előbb már beszéltünk. És ha bár zsíros bőrre ajánlja, meg is voltam tőle ijedve először egy kicsit, hogy őszinte legyek, kétféle agyag, zsíros bőr, hogy jön ide az én arcom, viszont hogy kipróbáltam, nagyon érdekes, mert érzem a tisztító hatást, de az összetevők ellenére sem érzem azt, hogy szárítaná a bőrömet. Fehér az egész arclemosó, és tényleg ilyen agyagos hatása van, illatosított. Természetes illóolajok vannak benne, úgyhogy megint csak, hogyha valaki érzékeny rájuk, akkor annak nem a legjobb választás, de sajnos ezt ki kell próbálni, hogy rágyertek. Nagyon kellemes állaga van, és ez is tökéletesen leszette a maradványait az olajoknak. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még elmondani, amit sajnos az elején kihagytam, és remélem, hogy még itt vagytok és figyeltek, de ennél a Neutrogena arcemosónál írja, hogy no rinse formula, tehát nem igényel leöblítést, viszont ezt senkinek nem ajánlom. Tehát ezek az arcemosók, amikről beszéltünk, ennek az a lényege, legjobb, hogyha tusolás vagy fürdés közben, ahogy megmossátok a testeteket, ugyanakkor megmossátok az arcotokat is, de mindenképpen le kell öblíteni vízzel, nem hagyhatjátok rajta az arcotokon, hogyha az olajat mossátok le vele, akkor azért nem, hogyha csak simán arcot mostok, akkor sem, a tusfürdőt se hagyjátok a testeteken, úgyhogy az arclemosókat se hagyjátok az arcotokon. És akkor ezzel a végére is értünk igazából az egész kis arclemosó kalandunknak, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Ha bármi kérdésetek van, akkor itt írjatok nekem a komment részlegbe, ezekkel kapcsolatban szerintem mindenre tudok válaszolni, úgyhogy várom a kérdéseiteket, és hogyha tetszett a videó és szeretnétek, hogy legyen ebből több rész, és menjünk végig az arcápolásnak az összes lépésén, akkor dobjatok rá egy lájkot, ezt is írjátok meg nekem kommentbe, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!